akkor az Úr Jézus Krisztus áldjon meg benneteket. Halleluja! Jó az Úr továbbra is. Dicsőség az Úrnak. Következőről szeretnék beszélni nektek. Istennek a gyógyulása és az egészség a te szádban. A te szádban az én számban. A gyógyulás. Miért is van ez így? Mindjárt megmondom és odalapodok. 1 Péter leveléhez, 1 Péter levele, 2. fejezet, 24-es igeverse, mit ír? Ezt írja. Aki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeiben gyógyultatok meg. Múlt idő. Jézus Krisztus sebeiben a már meggyógyultunk. Vagyis mégis azt látna, hogy csak-csak keresztény beteg, ugye? Betegeskedik. Hogy miért is van ez? Hát erre szeretnék erről egy ilyen tanítást, hogy miért is van ez így? Hogy amikor Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultunk, a mi átkainkat ő már fölvitte, és mind ugye az imént is beszéltünk róla, Jézus Krisztus azért gyötött bőrökölni. És sok helyen ez nem látszódik, hogy ez így lenne. De menjünk először is sorba. Isten teremtő ereje. Mit is csinált Isten? Azt mondja egy Mózes levelében, első fejezet mindjárt erről írja a teremtésről. Isten azt mondta, teremtek földet. Legyen. Ki mondta Isten a teremtő erejével, hogy legyen, és lett. És azt mondja Isten, hát teremtek állatokat, gyümölcsvákat, és azt mondta teremtő erejével, szájával kimondta, legyen, és lett. És ugye lett, írja a Biblia, ez nincs mit hozzá fűzni, teremtő erővel kimondta a drága mennyei atyánk, Jézus Krisztuson keresztül teremtette, és egy igében írja, és lett. És azt mondja az atyám, hát én teremtek embert, saját magam képére. És azt mondja, legyetek! És lettünk. És ugye itt vagyunk, mi emberek. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És ezt mind megteremtette az Úr. Minden dicsősége az Istené. Szóval megteremtette. Mivel Isten egy teremtő, és Isten teremtett minket, akkor te ki vagy? Ugye ezt már tisztáztuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Istenek vagytok, valahányan Úr Jézus Krisztus is ezt mondta. Ma az előzőleg ezt letisztáztuk. Na de mi a gyarok lettünk, drága testvéreim. Te is egy teremtő vagy. Ne felejtsd. Teremtő. Hát az Úr megteremtett téged, és ezt a teremtő erőt és hatalmat belehelyezt a te szádba is. Bizonyám, ez nem nagyon gondolkozzá. Egy komoly teremtő erő a te szádból. Csak ez nem mindegy, hogy hogyan használjuk. Ugye? Nem mindegy egy autót se, hogy használsz, ha nem jó használod, tökre megy, ugye? Előbb-utóbb. És ez mindenre érvényes. Nem mindegy, hogy ez hogy használjuk ezt a teremtő erőt, ami bennünk van. Mert ugye ez az 1 Péter levele, 2. fejezet, 24-es igeverse gyönyörűen elmagyarázza, hogy Úr Jézus Krisztus már elhurcolt a te betegségedet. És akkor az atyához te imádkozod, hogy Uram, gyógyíts meg engem, azt mondja, hogy pöntő meg csí. Hát már odaadtam neked lányom. Hát már rég odaadtam neked fiam. De ezek az igék mind ezt mondják, mert múlt időben beszél.
és elhurcolta. Ha Jézus Krisztus mikor kapta, ütötték őt, hát na, szóval jó, akkor most ez gyógyul meg, az gyógyul meg, legyőzte az ördögöt, ugye. Dicsőség az Úr, írja Kolossé 2.15, hogy minden fejedelmességet, minden hatalmasságot legyőzött, pellengére állította és diadalmaskodott rajta. Amen. De akkor te lefagytad az ördög, meg te bölötte. Akkor te Isten gyereke vagy, Isten vagy, teremte erre a szádba. Figyelj, drága testvéreim! Oda lapodok a példabeszédek könyvéhez. 16-as fejezet, 23-as, 24-es ige versét szeretném nektek felolvasni. Ez nagyon-nagyon fontos, figyelj! Felolvasom először a magyar fordítást, mert sajnos nem csak a Szent Lélek és a Szent Szellem fordítás nem tökéletes a Károly Gáspár fordításban, hanem itt még sok más ige sem lett úgymond jól lefordítva, mert az angol fordítás meg a görög fordítás mást ír. Figyeljetek, a különbséget is majd fogom mondani. Szóval a 16-os fejezet, példabeszédek, 23-as, 24-es ige verse, figyelj! A bölcs szíve értelmesen igazgatja az ő száját, az ő ajkain gyarapítja a tudást. Szóval magyarul, ha te bölcs vagy, akkor a te száddal bölcsességeket beszélsz, és gyarapítod a tudást is. Meg minden. Száddal. Száddal. Figyeld a következő igeverset, 24-es igevers. Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édessék a léleknek, és meggyógyítja a te testedet. Halleluja, mondd rá, amen. Amen. Hát ez Isten mondja. Isten irattatta ezt le. Ugye tudjuk, hogy a példa beszédek, ugye a bölcsalmon írása. Lépes méz gyönyörűséges beszéd. Szóval nem kárhoztatjuk ám a másikat. Hanem a gyönyörűséges beszéd. A másikat tolod le, meg ilyen butuska vagy, meg ilyen szerencsétlen vagy, meg ha nem beszélsz ilyeneket, hát az is leszel. Meg akire még tolod rá az átkot, meg a gyerekedre, vagy unokádra, vagy bárkire. A szádban teremtő erő van. Isten tükadta. Azt mondja, a lépes beszéd, lépes méz, meggyógyít. Még egyszer mondom. Meggyógyít. Figyeld, ez az ige mit akar? A te beszédet, te gyógyulsz meg. Hát az Úrtól várjad, ő már rég elhúzott a betegségeiteket. Akkor nem Istentől várjuk, mert egy Péter levele mit mondott, hogy ő már elhurcolta múlt idő. Múlt idő. Uram, gyógyíts meg engem, az Úr meg azt mondja, már rég elhittem a betegségedet, lányom, fiam. Ha ne kérd tőlem, ha ne kérd azt, ami már tiedé. A fiadnak adsz egy autót, ott áll a garázsban már 3 hete, 3 éve, a gyerek meg kéregeti. Közben már rég neki adta. De ezt így képzeld el? Ha nem veszi bírtokba. Menjünk tovább ezekkel az igékkel. Van még itt egy ige, azt felolvasom. Van olyan út, amely igaz az ember szeme előtt, de vége halálnak útja. Nagyon sok keresztény azt hisz, hogy jó úton halt. De vége halál. Mert ezen van egy másik ige hely, az Úr hozta föl bennem. Meddig sántikáltok még két felé? Nem lehet két irányba sántikálni. A nagyvilágban is ott vagyok, de azért keresztény is akarok lenni.
Szolgálom a mammont is, de az urat is akarnám. Itt erősen el kell dönteni, a két urat nem lehet szolgálni. Írja az ige. Nem szolgálhatod a mammont is, meg az urat is, nehogy elképzelje ezt valaki. Szolgálja a mammont is, meg az urat is, nem. Itt csak egy urat lehet szolgálni. Erős döntést a szívünkbe kell hozni. Figyeld, a munkálkodó magának munkálkodik, figyeld, mi van a szádba, mert az ő szája kényszeríti őt. Hiszem, hogy ezt már hallottátok többször. Ó, dolgozni kell mennem, dolgozni kell mennem, dolgozni, nem tudok menni, most ki van csak, mire dolgozni kell menni, elvállaltam a munkát, engem ottan várnak, most nem tudok menni Isten tiszteletre, mert nem fejezem be a munkát, nem fizet meg ki engemet, dolgozni kell menni. Én már ilyet hallottam, keresztény szájából. Na itt van ez, az ő szája kényszeríti őt. Dolgozni kell menni. És figyeld, az a szellemiséget be is írta, és ahogy ott belül tudod, ez jött. Nincs nyugalma. Dolgozni. Ugyan menne ő az Isten tiszteletre, milyen jó ott az ülni, meg betöltekedni, ugye? De dolgozni kell menni. A saját szájába kimondolhatja. Saját szájának a rabszolgája, hogy és. Saját szájának a rabszolgája. Figyelj, példabeszélek 15-4 adalapot. Elemezzük már ki ezeket az igéket. Ha nem tudom, melyik iskolába jártam, mindig úgy tanították. Minden egyes szavát értelmez. Ne csak végig szaladsz a Bibliában. Na jó, van, ezt is kiolvastam. Hanem minden egyes szavát kielemzed, minden egyes szót. Mert minden egyik szó üzen neked. Négyes igeres. Figyeljetek, drága testvéreim az Úrban, ezt mondja. A nyelve szelítsége életnek fája. A nyelve szelítsége életnek fája. Nem háborogsz, nem lázadozol, meg mit tudom én, milyen butaságokat mond az ember ki. Mert amit kimondasz, az lesz. Nagyon tanul. Amit kimondasz, az lesz. Na most, ha butaságokat mondasz ki, szerencsétlen vagyok, kódus vagyok, nekem nincsen pénzem sose, nekem nincs arra pénzem, nem tudom a csekket kifizetni, most kértem kölcsön, hogy fogom visszaadni, te ezeket, ha elmondod, annyi átkot magadra szórtál, hogy nem győzöl kijönni belőle. Mert ez a szellemiség mind ott van, és ez munkálkodik is az életedbe. És erre te kaptál hatalmat, hiszen itt írja, Isten megteremtett saját maga képére, és a nyelvedbe beletette a hatalmat. Nyelvedbe van a gyógyulás is. Gyógyulás a nyelvedbe. Nem az Úrnál, Jézus már rég elvitt a betegségét. Rég elhurcolt, az ő sebeiben gyógyultunk, meg ennél kapott Jézus. Képzeld el, mit tűnt? Akkor a buzogánnyal ráhúztak, római buzogány, szögek állnak ki belőle, hasad ki a húsa. És azt mondja, hogy ne hordom a betegségedet, télet is, egyémet is, mindenkiét. Múlt idő. És akkor sok keresztényt hallok nyavajogni, mert direkt használom ezt a szót, nyavajogni. Hát én ilyen beteg vagyok. Ja, engem az Úr nem akar meggyógyítani engem. Hát biztos meg akar tanítani engemet valamire. Az már rég meggyógyított. De figyeld, miket mondok én ki, mert így beszélnek a keresztények. Ezt csak példaképpen mondom. Mert nem beszélek ilyeneket magamra. Mert nem ettem meszet, hogy ezt mondjam. Hát nem is szeretem hallgatni, aki ilyeneket beszél, rátszolunk. Látom, ő mosolyog, tudja már nem, és engedjük már ima csoportba sem. Nem panaszkodunk, mondd meg, miért imádkozunk, az haladjunk tovább. Ha nem erősítjük az ellenséget, mikor talpunk alá van vezérelve. Igaz? Halleluja, mert tudtok rá mondani. Ez a lényeg, dicsőség az Úrnak. Figyeld ezt a igeverset, még nem fejeztem be. Abban való hamisság szájban a szellem gyötrelme. Mikor ilyeneket beszélünk, a szellemedet gyötröd le.
bevetted a Szent Szellemet, befogadtad az Urat a szívedbe, és a szellemedet gyötröd el a buta beszédekkel. Ha képzeld, ott van benne a Szent Szellem, benned, erre te meg mondasz ilyen átkokat, amit az imént elmondtam, és az ördögöt is engedette. Ha nyitott ki a szellem világba az ajtót, amit kimondta, ő neki joga van, hogy rajtad munkálkodjon. Képzeld el! Ha így jön a betegség, ha nem Isten adja, ha mutassa már meg nekem valaki a Bibliában, hogy hol van leírva, hogy Jézus azt mondta, na majd rákos beteg lesz, ha nem jó viselkedsz, meg te meg szívbeteg, te meg ez leszel. Nincs ilyen. De nem is tudja senki megmutatni, hogy Isten adja a betegséget. Mert ilyen nincs. Téves tanítása, megcsalattatás szelleme van abból a személye, aki azt hiszi, hogy Isten adja. Figyeljetek! Még egyszer ezt az ige helyet elolvasom, mert az angol fordítás, figyelj, milyen jól hozza le, angol fordítást mondom. A nyelv szelítsége, szelítségében gyógyító erő van. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Ugye egy kicsit más azért, angol fordítás. Gyógyító erő a nyelve. Gyógyító erő a nyelvetekben van. Ez a nagyon fontos. És ennél hiszem az Úr, azért helyette ezeket a tanításokat a szívemre, mert ezekről nem beszélnek, és saját magát teszi betegé, nem az Úr. Mindenki saját magát. Teremtő erő a nyelvetben. És a gyógyulás is. A gyógyulás is, a teremtő erő is, minden a te nyelvedben van. Menjek tovább, figyeljetek ide. Példabeszélek 12. fejezet 18-as ige versét felolvassuk és kivesézzük. Figyelj! Először olvasom a magyar, hogy fordította le, aztán utána a görög fordítás, meg a angol fordítás is. Milyen nagy a különbség? Hasonlít ugyan, de mégis van különbség. Figyelj, ezt írja. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúráshoz, ennek az átkok. Akkor valaki a másikat átkozza, és a nyílveszőköt lövöldözi bele, ezek testi fájdalmat okoznak. Ha valaki belelát a szellemvilágba, látja, hogy hol vannak a nyílveszők benne. Persze sokan nem akarják elhinni, aki nem lát a szellemvilágba, az hitetlen. Az nem is ilyen. Holott a Biblia is itt van, hogy a szájukban van a török, meg a nyilak, amit küldenek ki, mikor átkozott beszédeket beszélünk. Akire beszélünk, meg világ is, mert ugye azt írja az ige, ki mint vett úgy arra, és amit te vetsz, meg amit kimondasz, te látszál vissza. De ezért mondja a Biblia, hogy a haragosodatot is árgyad. Árgyad, árgyad és árgyad. Elsősorban is te látszál vissza az áldás, második sorban ő rá is ráküldted az áldásnak az angyalait, aztán erre megváltozik az ő élete is. Amen. Nekünk egy hölgy elmondta, ez a Borika néni volt, aki azt mondta még, mikor ő is fiatalabb volt, aztán problémák voltak még az életben, meg minden, meg nem tudott megbocsátani, és Isten felszólított őt, figyelj ide, át megölteted egy ilyen mezőgazdasági dolgokkal, meg pölgyei volt. És ez a Borika megállott őt, hogy legyen neki kombájna, traktorja, meg kérdezik el, hogy 30 évvel előtt történt, 25. És hallotta, hogy ott van a kombány, traktor, az Úr megadta neki. Arra, akire ő haragudott. És Isten meg felszólított, hogy áld meg őt. És nem tudom mit csinálni, hogy Istennél ne nyakaskodjál. És ő megáldott a térben, megbocsátott, és ott meg megkapta ott a traktorokat, kombájnokat, amit a Borika néni, amivel megáldotta, megkapta. Kérdeljétek, hogy ilyen jót tudsz tenni mással? De elsősorban is magaddal is teszed a jót. Ezért áldom mindenki. Ha valaki elkezd tégedet szívni, akkor örüljél neki. Na én meg jó megáldalak téged. Na áldjon meg az Úr! Halleluja! Így csináljátok. Mi is már így csináljuk. Dicsőség az Úr, amikor halljuk valaki mond valami rosszat, na üljünk csak le, imádkozunk egyet érte. És olyan jó volt bennünk. Hát ha ő is megtér belőle,
Milán meg mindenképpen jön az áldás. És még ő is megtérhet ebből a kárhoztató beszédből. Mert azt mondja az ige, susárló beszéd halál. Ez nem azt jelenti, hogy nem beszéled meg, hogy mi van abban, vagy mi történt, vagy mit csinált. De a susárlásban nem menj bele. Az halál. Az nem hoz áldást. Figyeljetek testvéreim! Ott vagyunk a 12-es fejezetnél és a 18-as ige helynél. Ezt mondja. Több szórásra hagytam abba. Te figyelj, te a bölcseknek nyelve orvosság. A bölcseknek, aki nem a átkot szólja, jaj, már milyen az ember vagy, hát a múlt héten is ebbe megcsúsztál. Hát mit akarsz te még szolgálni, ülj még egy 5 évet itten. Mert én hallottam sokat, azért mondom. Nem átkozódunk, megvallott, kész, fölálltam és tovább ugyanolyan értékrendű vagy, mint voltál. Jézus sehol nem mondta azt, mikor Péter őtet megtagadta, ugye? Többiek meg elszaladt. Na figyelj, még egy 5 évet itt jártok hozzám, most már meglátjuk, mi lesz belőletek. Ez nem biblikus. Ez nem biblikus. Aki így csinálja, sokan így csinálják, tudjuk. Tudom, miről beszélek, de nem biblikus. Hanem megvallotta a bűnödet, megbotlotta ugyanolyan értékű vagy ágyban munkát, azt végezt tovább. Ha most gondolod, hogy megbotlom, akkor valaki azt mondja, nem egy ilyen evangéliumot ne hirdessen most egy évig. Egy év alatt hány ember meg tud térni, ha hirdetjük, igaz? Csak már megmenekült. Pál apostoltól mit mond erre? Még ha színbű hirdeted, az se baj, csak hirdess. Még ha nincs rendben a szíved is. De valakinek beszélsz Jézusról, megmentetted őtet. Még attól függetlenül te még nem vagy ember. De már őt meg tudod menteni, vagy akinek még mondod. Érted? Ennél nem szabad ilyet. A Bibliában sehol nem olvasom, hogy leütették tégedet egy évre, 5 évre, mert éppen megbotlottak. S nem tolták rá a fejedre a kárhoztatást, mert itt írja. Tűzúrások, török, nyilak jönnek belé. És akkor tényleg is a fájdalmat, fáj a derekat, fáj itt egy-egy pontot. Mindaddig, míg ez a szellemvilágban ezek a nyilak nincsenek kihúzva. Na de mikor aki bölcs? Aki már nem kárhoztat. Azt írja, hogy de a bölcseknek nyelve orvosság. Na most figyeljetek, az angol fordítást ad mondjam, és a görög fordítást. A bölcseknek nyelve gyógyulás. Halleluja, amen. Mennyire nem mindegy az a fordítás, ugye? Van egy kis különbség benne. Gyógyulás. Mit is veszel el itt ebből a fordításból? A te szádban van a gyógyulásod. A te szádban. Te szádban van a gyógyulásod. Nem az Úrnál. Jézus már rég elhúzott a betegségeidet. Már te nálad van. Te nálad. Te nálad. Én nálam és mindazoknál, akik még betegek, ott van az ő szájában, hittel el kell venni. Drága testvéreim az Úrban, a döntés a tiéd. Mindig neked kell dönteni. Nem Isten dönte helyetted, azt elfelejtsd. Isten nem fog helyetted dönteni. Mert a tékozló fiú helyet se döntött az Úr. Ismerjük az ige helyet. Nem lapozok oda. Tékozló fiúnak már nem volt mit enni. Moslékot se. Ez már elég komoly. És az Úr nem nyúlt alá, nem emelte fel. Hagyta őt. Az Úr ugyanígy hagy minket is sírődni. Ami beszéljük a butaságot, meg rosszul tohaltunk. Mint ahogy mondtuk, hogy nem lehet a mammont is szolgálni, meg az Urat is. Felejtsd el kettőt egyszerre, nem lehet. Meddig sánkáltok még kettő irányba, mondja az ige. És hogy az imént fölolvastam, van, aki azt hiszi, hogy az út jó, a végén halál. Szóval erre nagyon maga kell figyelnünk. Szóval a tékozló fiú is meghozta a döntést, és abban a pillanatban az Úr fölemelte őt. Az igét ismeritek. Még elején szaladt. Megpuszígatta, megölelgette. És figyeljetek.
És mit csinált? Levágta a legszebb ökröt, és már is csinálták az ennivalót, és mondták neki, hozzátok ki az öltönyét és a pecsétgyűrűt. Hozzátok föl. Tudjátok, ez mit jelentett? Azt a tékozló fiút, aki megtért, a mennyei atya visszaest ugyanabba a pozícióba. Ez a pecsét. Visszahelyezett téged abba a pozícióba. Mikor te elbuksz egy bűnnel, meghasalta az ördög elgáncsó. Van ilyen? Megtérsz belőle, ugyanabba a pozícióba kerülsz. Akkor nem mondjuk azt, figyelj, most egy két évig a vécét takarítsad, megnézzük a hozzáállásodat. Nincs ilyen. Visszahelyezte a mennyei atya abba a pozícióba. Nem tolta, ha látotta utolsók az ember fiam. A nagy vagyont is elköltötted, itt herdáltál, elprippereszted, elkápítószer ezted, paláználkodtál. Mindent csinált a fiatal ember, nem olvasom, ismeritek az igét. Nem mondta, nem kárhoztatta az atya, hanem örült, hogy megtért. Vissza a pecsét, mert visszahelyezte ugyanoda. Erre jött a fia, figyeld, a másik, a bátyja. Ismeritek az ige helyet, ugye? Jött a bátyja, meg irigykedett rá. Figyelj. Ha nem örült, hogy megtért, irigykedett. Oda ment a atyához. Hát atyám, hát én reggeltől estig így tolódok hosszú évek óta. Hát még egy birkát se vágtam le. Az én barátaim vagy elfogyasszam. Hát örömnek kellett volna, hogy legyen benne, megtért a testvére. Ez a testvérekre is így vonatkozik. Nem egymás szitkolód, de mindegy milyen gyülekezethez jársz. Tehát örülni kell, ha jó dolog történik vele. Mindegy milyen gyülibe van. Jézus Krisztushoz tartozunk mi. Csak járunk egy gyülekezetbe. Egyik ide, másik oda. De Jézus Krisztus testében mindjárt egyek vagyunk. És ez a bátyja, ez nem tudott törülni, hogy a testvére megtért. Pedig figyeljetek ide, ez olyan, mint a gyógyulás. Ha nem bírta elvenni, mit mondott a mennyei atya neki? De fiam, hát én mindenkor veled vagyok, és mindenkor minden a tiéd. Figyeld, ezt mondja az ige szó szerint. Hát ez olyan, mint a betegség meg a gyógyulás, amiről most beszélünk. Hát a gyógyulás ott van a szádba mindig. Hát nem az Úr adja, hanem rég elvitte. Rég elvitte. Ez ugyanígy volt ez a bátyjának, a tékozó fiúnak. Hát nem vette észre, hogy minden az övé, hát az atya mindent odaadott neki. És így van sok keresztény is. Irigykedik a másikra, ha mondjuk annak működik a szolgálat, vagy sok ember van körülötte, vagy tudom is én mi, jön a keserűség pálya benne. Mert irigykedik a másikra. Hát most ért meg egy pár éve, mi az, hogy annak jobban működik? Hát az Úr őt választott arra ki, hát amit engem választott ki, úgyis velem csinálhatja meg, igaz? Amit meg te neked adott, én hiába görcsölt, az úgyis velem fogja megcsinálni. Így vagyunk mi mindjárt egy testek. Hát amit ugye Kati a dicsőítés csinált, én nem tudom úgy csinálni, még tévedésből, sehogyan sem. Ez az ő ajándék, ezt ő csinálja nagyon jó, dicsőség az Úré. Amit meg nekem adott, én meg valószínűleg azt fogom jobban csinálni, mint más. Hát ezt kéne tudomásul venni, és így tudunk egységben munkálkodni. Én örülök, hogy ő neki van ilyen dicsőítés, örülök, hogy neked ilyen ajándékod van, neked olyan, és akkor együtt munkálkodjunk az alatt. De Isten ezt akarja. Azt mondja az ige. Úr Jézus Krisztusban mindjárt egyet vagyunk. Ha nem tépheti, nem mondhatja a kéz a lábnak, hogy nem kell. Vagy mondjam azt a nyelvennek, hogy nem kell. Na, nem tudom, akkor most hogy beszélni. Igaz? Mert nem kell az. De vagy nem. Hát az egység csak így tud létrejönni. Ha nem így, mint a tékozló fiúnak a bátyja. Ő az Úr Noá volt mindenkor, minden az övé volt ott így, ha bármikor vehetsz el. Hát így vedd el a gyógyulásodat is, így vedd el a bővölködést is, amit Jézus azért jött, hogy megüresítje magát, hogy ti bővölködjetek.
akkor ne azt mondom, hogy meg kódos vagyok, alig bírtam a csekkedbe büdetni, ott körbe vállod a váltáshoz. Te magad vágtad el a te száddal, mert benne a teremtő. És a gyógyulásod is a szádban van, itt olvassa, ugye? Itt olvassa. A gyógyulás is a szádban van. Nagy dolog ám az éhez. Úgyhogy a tékozló fiú is így gyógyult meg. Odalapodok a Máté 15-höz. Mert vannak itt dolgok, amit tisztázni kell, és pont azért tisztázok ezt, dicsőség az Úré, hogy mindenki rádöbben, hogy miért nem tudja átvenni ezt a gyógyulást. Tehát itt már az Úr rég megcsinált. Az mégis beteg. És ki mondogatja? Beteg vagyok. Fáján nekem a térdem már 20 éve. Annyian imádkoztak már értem, miért sem gyógyultak meg? Csak is vele van a baj, elmondom neked. Jó, az ige azt mondja, hogy hittel kell átvenni, de az is higgyen, aki imádkozik, ha annak sincs hite, az is baj. Mert azt mondja a Máté evangéliuma, akik hisznek, gyógyítanak, halleluja. Szóval kell azért ott hitnek is venni. Nem csak letoljuk az imádkozóval, szaladjunk tovább. És nem történik semmi. Ott valami baj. Figyelj, Máté evangéliumát keresem, mert szeretném felolvasni. Nektek eleged egy-két pár jó kulcsigét, hogy helyre kerüljön bennünk. Azt mondja, hogy egy pillanat mindjárt vagyok, 15. fejezet. 15. fejezet 11-19-ig, figyeljetek, nagyon fontos. Jézus Krisztus mondja, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon belül, hanem ami kijön belőle, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítvány mondják neki, tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván megbotránkoztak. Megbotránkoztak a farizeusok. A farizeusok, most is van sok farizeus körülöttünk, meg gyülekezetben is vannak farizeusok, azok most is megbotránkoznak, mikor ilyet hallanak, hogy gyógyulás van. Nem örülnek, megbotránkoznak. Most is. Most is. Ő pedig felelvén mondá, minden plántálás, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Ugye a konka és a húz együtt növekedik, ugye? Ismerjük az igét? Bent van a konkolya gyülekedetben, és te nem veszít, hogy nincs meg. Majd az Úr, az ki fogja ezt trostálni, mert ugye a konkolyat kiszedik, az tűzre lesz vetve. A konkolya az ördögnek a fiai. Ezek nem is akarnak megtérni, te nehogy az higgyed. Csak ott terücsörög meg. Csak akkor hall egy ilyen tanítás, hogy Isten teremterőt adott, te meggyógyulsz, akkor bőháborodik. Nem megy be neki, mint a farizeusi papok is felháborodtak. Most is így van, de úgy azt higgyétek, most más a helyzet. Innét tudod leszűnöd ki, melyik oldalonnál. Tudod, egyszer egy evangélista leírta a könyvbe, mihelyest az igaz evangéliumot fogod hirdetni, abban a pillanatban szembeállás lesz. Ez mi tapasztaljuk most már évek óta. Nem tetszik neki, amiről mi beszélünk. De én csak azt mondom, ami itt benne van, drágáim. Én nem teszek hozzá, se nem vezek el. De az igazságot azt kieresztem. Ha tetszik nekik, ha nem tetszik. Mert az igaz evangéliumot kell hirdetni. Igaz evangéliumot. Ebben benne van a jó is, a rossz is, a fenyétik is, a szeretetben benne van a dolgálás. Itt le van írva. Figyeljetek, menjünk tovább ebbe az igéhez. Azt mondja, mennyei atya, Jézus, hagyjátok őket, vakoknak vak vezetői ő, ha pedig vak vezet világtalan, mind a ketten a verembe esnek. Hát egy vak hova vezet, igaz? Be a sötétségbe, verembe. De ő is vak. Jézus ezt mondta. Mégsem értitek, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut és az árnyék székbe vetteti. Amik pedig szájból jönnek ki, szívből származik, azok fertőztetik meg az embert. Mert szívből származnak a gonosz gondolatok,
gyilkosságok, házasságtörés, parádnaság, lopás, hamis tanúbizonyságok és káromlások. A káromlás, mikor áttolják ám az igényt, meg ilyen vagy te, meg olyan vagy, az a káromlás. Mert ha te tanítod, hogy mi a bűn, azt azért tanítod, hogy tudja. Te nem talod rá a fejére. Ezek fertőztetik meg az embert, de mostatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. Szóval, ami bemegy, nem attól lesz ő beteg. Nem fogjuk arra, hogy elkaptam a náthát. Nem elkaptad, hanem bekaptad az ellenséget, besértődtél, vagy valami belem, és kinyitottad az ellenvilágban az ajtót, és ezáltal a vírusok is bementek. És már prüszkölsz is. De ott valami nincs rendben. Hiába áltatja magát, nagyon sokan áltatja, ő elkapta, nem, bekapta az ellenségnek a csapját. Figyeljetek ide! Jakabnak a levelét felolvasom. Jó? Testvérem az Úrban. Mert nagyon nagy tanítás van ebben, és ahogy írja az ige, mi okulásunkra íródott ez a Szentírás? Azért, hogy tanuljunk benne. Jakab levele, első fejezet, 12-es ige versétől olvasom, figyeljetek. Fejből is tudom, mert olyan jól kezdek az igék, az én úr már évekkel előtt kigyűjtette velem. Hosszú évekkel előtt. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az ő szeretőt. Szóval ki kell tartanunk. Mindvégig. Ha végén buksz el, akkor se fogsz fölkerülni. És az Úr nem örül. A végén se bukhatsz el, azt már mondtuk. Megbolt, azt nincs vele baj. Menj tovább, add meg, menjünk tovább. Kész, nincs vele baj. De a végén megbotlik valaki, vagy valaki nem is akar. És ha nincs akarás benned, nem hozod meg a döntés, nem tud Isten segíteni, mindig a tékozló fiú jusson eszedbe, hogy neki kellett a döntést meghoznia. Mindig te hozod meg a döntést, hogy előre lépess, és haladj az Isten országába. Senki sem mondja, amikor kísértetik, ugye, Istentől kísértetve. Szóval itt már eleve nem állhat meg, hogy Isten adta a betegséget, Isten beküldött engem a pusztába, pusztába vagyok már 8 éve, egy szerencsétlenkedek, nem bírom a csekket büntetni, a házat is elvették tőlem, tönkrement az autóm is, mi lesz velem? Jaj, ez nem Isten tűnő. Ez az ördögtől. Szóval ő még csak nem is kísért, figyelj. Istentől kísértettem, mert az, szóval nem Istentől, szóval senki sem mondja, amikor Istentől kísértetik. Isten gonoszra nem kísértet. Le van írva. Jakab levele. Maga pedig senki sem kísért, hanem mindenki kísérteti, figyelj, amikor vonja édesgeti tulajdon kíváncsága. Itt van a betegség is, figyelj. Azután a kíváncság meg fogantatván bűncű, bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Na itt van. Rossz gondolatot dédelgetve, rossz gondolat megfogantatlan tégben, és aztán betegség is alá jön. Nem az Úrtól van, itt írja. Na akkor megint mit ő van? A Teremtő erre még ki is gondolatja, ugye jön a gondolat, rossz gondolat, és akkor kimondolatja, hogy egy barátnőnek, ha ennek, hol annak, még meg is erősíti. Ugye aki meg van fázva, nem bácsa, már figyelj meg. Vagy akivel, jaj, megfáztam. Találkozik veled, jaj, ne haragudjál, megfáztam, egy kicsit püskölött. Találkozik veled, jaj, ne haragudjál, megfáztam, egy kicsit. Ha mennyi tisztáltan a szellemet még begyűjt, igaz? Mert kimondja. És megerősíti a betegséget. Nem szabad, ez a teremtő a szájunkban, nyelvünkben. Azt írja. Ne tévedjetek, szeretett atyám fiai. Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék fölülről való. És a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ha egyszer Isten ezt mondta, nem fog megváltozni, nem a mind az ember.
Megbeszélhetőd már holnap hétvégén, de mégsem tudok menni, ne haragudjál. Tehát igen, azt mondja, ami tetszik, ez a szállon, az teljesít. Mit írja a Biblia? Na, halleluja, dicsőség az Úrnak. Szóval magyarul, drága testvéreim, nem attól leszünk betegek, ami kívülről bemegy, hanem ami belülről jön ki, ugye, Máté evangéliuma. Se Jakab levelnek, de így a rossz gondolatot dédelgetvény, rossz gondolat testben megfogantatván, betegséget halált nemz. Tudod, hogy nem későleg leszünk betegek. Jött egy náthavírusot, én se kaptam. Nem. Figyelj ide! Élet és halál a nyelv hatalmában. Odalapodok, drága testvéreim, példabeszédek 18-as fejezetéhez. 18-as fejezetéhez és 21-es igeverséhez. Figyelj, testvérem, ezt mondja. 21-es, túllapoztam, meg vagyok. Húszas igeverset kezdem olvasni. Példabeszélek 18-as fejezet, 20-as, 21-es igeverse. Figyelj, a férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje. Szóval az ember, amit beszél, a te belsőd is, ahol nyugalom, békesség és megelégedés. Nem mindegy, mit beszélsz. Nem mindegy, mit beszélsz. Az életed, halálod nyelvedben. Teremtő erő nyelvedben. A hatalom nyelvedben. A gyógyulás nyelvedben van. Az átok a te nyelvedben van. A gazdagság, bővölködés a te nyelvedben van, mindent odaejlett az Úr neked. Már rég megkaptad, csak át kell venni. Figyelj, mit ír az ige. Az ő beszédének jövedelmével lakik jó. Figyeled, testvérem, az Úrnak. Amit én beszélek, ahova a jövedelemben jól lakok. Belsőleg is, szellemileg is, testileg is. Ahova nézel, oda fogsz érkezni. Oda fogsz érkezni. Ha te látod magad előtt, hogy milyen szép állatban, ilyen kocsit is szeretnél, meg minden, az megvan, hiszen Isten már rég megadta. Nem mindegy, mit beszélsz. Figyelj! 21-es igeves. Mind a halál, mind az élet hatalmában van, a nyelv hatalmában. És miképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Amen. Amen. Akkor nem ezt gondolhatjuk, hogy én beteg vagyok, szerencsétlen vagyok, engem biztos megátkozott valaki, mert nem mennek a dolgok, nem bírom a csekket fizetni, autó is tönkre ment, alig maradt két pillérem már. Ilyet nem beszélj, befejezted. Nincs ilyen. Mától kezdve ilyen, nehogy eszedbe jusson. Ha ez tolja az ellenség, az ellenség tolja beléd. De te nem engeded. Neked van egy bölcsessége, és te megelégedsz annak a beszédjél, az beszéled. Figyeld, mit mond. Drága mennyei atyám. Milyen jó, hogy így bővölködhetek. Ha nekem mindennapi betéve falatot megadott, sőt, mit többet is adsz. Dicsőség a tiéd, Uram. Hát hiszen meg is ígérted, hogy mi vagyunk Istennek a gyermeke és örökösöd, mert mi nem palok vagyunk, hanem fej. És mivel mi fejek vagyunk, kígyókon, skorpiókon tapasztunk. És nem állt nekünk. Mert nagyobb az, aki bennünk van. Hogyan lehet nagyobb? Hát úgy, hogy Istenek vagyunk. És mivel Isten saját maga képére teremtett bennünket, a teremtő erőtben helyezte ugyanúgy a számunkat. Szánkban van a gyógyulásunk, szánkban van a gazdagságunk, minden itt van a mi szánkban. És mi már így imádkozunk. Nem kérünk, hanem az ördögöt megkötözzük, mert hatalmat kaptunk rá. Azt mondja az ige hely,
odaadta a mennek a kulcsát nektek. Amit megkötöztök, megoldoztok, a mennybe is úgy lesz. Halleluja! Dicsőség az Úr! Amen! Ilyen hatalmat adott nekünk. És ez a hatalom a nyelvünkben van. Ezért kell a Szent Szellemmel betöltekedned, és azt mondja neki, tűzze és hatalommal kimondta. És hitte. István, amit mondott, ismeritek az igét, nem a borokat. Azt mondja az ige, István betelt a Szent Szellem tüzével és hittel, nagy csodákat tett, halleluja! Másképp nincs csoda, csak így tud csoda lenni. Hittel, hatalommal, Szent Szellem tüzével, és csak ő ott mondott ki. Hát azt mond ki, amit szeretné látni. Hát azt szeretnéd, hogy a piac ne nyomorkodjon, akkor nem az ahol szegény gyerek ott nyomorkodik. Jaj, szerencsétlen piac! Ha nem beszélsz ilyen butaságot, mert az is lesz. Tudod, ki átkoztam? Te! Ebben a beszédeddel. Magadat meg a családodat. Ha mennyit hallottam ilyet. Hát olyan szerencsétlen volt az apja is alkoholista volt, nézd meg az is az. Saját magát leátkozta el, Isten, hogy már fölvitt a tálkaidat, mindent megcsinált már, az ő neki a csapásaiba elhurcolta a betegségeinket, elte meg, hát én beteg vagyok. Hát de miért vagy beteg? Hát az orvos azt mondta, hogy csoda, hogy élek. Hát figyeljetek, élő példát tudom, menj reggeli pillanat mondani nektek. 10 évig foglalkoztam gyógyítással. Jön, hallod már, majd a tényleg hallékészül. Állult a házat, az állatokat eladta már, mondom, mi baj van? Hát azt mondja, csoda, hogy élek, az orvos azt mondta, hogy minden másodperc csoda. Hát tényleg? Hát élek, hát. És ment össze. 20 gyógyszert szedett, már 20-at. Hát mondom, ez nyílt ki téged a gyógyszer. Mondom, olvasd el, mi van oda írva. Némelyik rabbodod, hogy a halált is okozhat, gyógyszer. És mondom, te, Isten az orvos, az Isten? Ha nem. Mondom, Istenbe hiszel? Nem. Mondom, ez van nagy baj. Mert az meggyógyított már téged. És képzeljétek el, hogy több napon keresztül találkoztam vele, mire a fejét egy kicsit helyre tudtuk tenni. Hát mondom, figyelj már, hogy nem adják a könnyen a halált cselé, így bújjál már, mert neked az orvos azt mondta, mi az orvosnak a beszédje, Szentírás. Hol olvasott ezt? Ez a Szentírás az itt van. Nem az orvos szájában. Hát a két Istenben áldja meg az Úr, akkor igen. Mert sok orvos mondja, hogy Isten meg tud gyógyítani. Hát áldja meg őket az Úr, úgyhogy van ilyen is dicsőség az Úrnak ám. De a lényeg az, hogy ugye mivel hatalma van az orvosnak innen, amit a orvos mond, azt hiszik, az a Szentírás. Nem a Szentírás, itt írja a Bibliában. Ez a Szentírás. És akkor amikor mondják, hogy a szíve csoda, hogy él, és akkor ő még elmondja, ugye jönnek a barátok, ismerősök, elmondja naponta, vagy 10. Hát csoda, hogy élek. Hát minden másodperc, és akkor megy maga alatt, megy össze. Tudod, mit megy össze? Mert vérbe van a szentség, vér által lettünk mi megváltva, és mikor kapsz egy rossz hírt, a vér már viszi is keresztül rajtad. És már mész össze, mint a colostor. Mert a vér már végigvitte itt a csontokba, a szívedbe, minden, meghalta, mit tudom én ki. És mész össze. Hát Isten gyermeke nem ilyen. Ugye? Isten gyermeke nem ilyen. Áldás, 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 bővöködés, Isten gyereke vagyok, fej vagyok, nem parok vagyok. Azt akkor beszéljen, aki amit akar. De én ezt hallom. És az Úr betölti minden javadat, azt mondja az ige, keresd el össze Isten királyságát, mielőtt kérni már megkapod. Amen. Ezeket vette. Amen. Meg is adja az Úr. Dicsőség az Úrnak, tapasztaljuk. Hát nem csak beszélek erről. Keresztül mentem, én sem voltam külön, nehogy az igyétek. Úgy le tudtam magam átkozni, meg magam körül mindent régi, hogy na, átok alatt is voltam. Balesetem volt, ugye, autót összetörtem, nem is egy kettő, se három, négy. Saját magamat leátkoztam. De most már taposom az ördögöt, és vissza fogom menni tőle. Mert én maga az ördögös, nem ő, én. Nagy a különbség. Nagyobb az, aki bennem van. Isten gyermekeim vagy, akkor te vagy az örökös. Amen. A gyógyulás is itt van, drágáim. Nem azt mondjuk ám, amit érzünk, figyelj, az a baj, hogy az érzéseidre figyelsz, és a láthatókra.
ekkor lelki keresztény vagy még, de neked szellemének kell lenni. És ha neked Isten azt mondja, hogy már elhurcoltam a te betegségeidet, akkor ne hazudtod meg Isten. Hát én még beteg vagyok. Hát már múltkor imádkoztak érte, majd már sokan is ám, de még mindig fáj a térdem. Hát abban a pillanatban megint azt az ellenséget visszaengedte. Nem a láthatókra figyelsz. Ha te szellemi vagy, tudod mire figyelsz? Isten már elvitte, Jézus testében meggyógyultam, imádkoztak érte, hogy most hittel elvettem, és meggyógyultam, és kimondom. Amen, és meggyógyultam. Amen. Amen. És meggyógyultam. És akkor nem azt figyeled, hogy fáj-e még, mert az ördög se alszik nyilván, hanem te tudod, hittel most elvetted, és úgy lesz, és lehet, hogy már holnap reggel úgy kezdve megy. Ó, mi van? Hát nélkül el. Az Úr mégis csak meggyógyított engem, mert ma nem fáj. Igen, a gyógyulása, vigyelj ide. Agytaganatos egyet imádkoztam, aztán már másnap nem volt ott neki, ment a kontrollra. Agytaganat el tudott tűnni. Egy imádra, puh, kész, nincs ott, hittel előtt. Nem mondom azt, hogy ott van, ne erősíts meg, ha visszajön. Hát azért mondja az ige, hogy a tisztán kitisztított templomodat ne hagyj üresen, mert hét gonoszabb jön vissza. Igaz? Ismeritek az igét. Szóval nem azt mondogatod, amit érzel meg, amit látsz, mert nem a láthatókra figyelünk, hiszen mi szellemiek vagyunk, föntről jöttünk, oda megyünk haza, ezt már az imént letisztáztuk, akkor mi szellemiek vagyunk. Igaz? És ebbe hiszünk. Szellem nem sértődik be, a baj, amit látsz vagy érzel, kimondod az által. Ez a baj. Hát fáj még? Fáj még! Hát kicsit jobb. Nem is volt meg gyógyulni. Beszélj egy csincsát. Beszélj egy csincsát. Hát gyógyulnál már meg. Hát nincs is esélye. Hát már rég meggyógyított az Úr, te meg erre visszajön. Hát fáj még! Na? Hát akkor a testedre figyelsz, igaz? De nem a testre, te szellemi vagy. Ha nagyobb van, aki benned van, figyelj, az a szellem, Isten van benned. Hát akkor figyelj, az a szellem irányítja a testedet, ne fordítva. Mert ez Pál apostol erről ír, hogy a szellem és a test ucsapodik. Ha mindig a testnek van lenne a főnök, nem? Testet beosztott. Tudod mennyi? Olyan, mint az okni ott a kirukat, kukat. El a testet, majd kiviszik a temetőbe, az fél, de nekünk szellemünk, lelkünk ott van. És a szellemünk a vezetőnk, nem a testünk. Neked azt kell mondanod, amit Isten mond róla. És azt kell mondanod, amit látni akarsz. Amen? Amen. Erre mondja amen. Amit látni akarsz. Ha nem arra figyelsz, most mi van. Ott leszek fönt, és az Úr betölti minden javamat, bővölködni fogok. Mindent megad, azt írja Zsoltár 37.4, még a szívem kívánságát is teljesíti. Amen. Amen, halleluja. De azt mondja, állj be a szolgálatba, szolgálj az Úrnak, meg is adja. És te gyerek, hát te örökös vagy, ha megörökölted, még kérni se kell. Ez a tékonló fiú esete a bátyja, mondta. Hát de Uram, te nekem semmit csattam. De hogy nem, hát én mindenkor veled vagyok, és minden a tiéd, na vedd el. Hát te is vedd el, minden a tiéd. Vedd el a gyógyulást, vedd el a bővölködést, hát vedd el, a tiéd. Az Isten gyereke vagy. Halleluja. Mert amit kimondunk, az fog tönkretenni minket. Nem szabad kimondani a betegséget, nem szabad kimondani a szegénységet, mert meg lesz, ne erősítsd meg a rosszat, a bajt magadnak. Nem. Nem mondod ki. Ha te az azt mondtad, de ki az az? Az? Ha ki merni pörül Isten? Szomszéd azt mondja, olyan orvos, vagy ki? Akkor Isten azt mondja, hogy már elvittem a betegségedet, és én bővölködévé teszlek. Na. Ha miért ezt a jót akarod elvenni, miért mondogatod ki a rosszat? Ugye milyen érdekes az ember? Gondolkozzatok el, mert ilyet sokat hallatok ti is, igaz? Tíz fél óra, hova órákon keresztül is bír panaszkodni. Jó,
örülök, hogy nevetsz már rajta, halleluja, dicsőség az Úrért. Figyelj ide! A pannapő veszély is tudod, hogy alakult ki? Régen a tévé nyomta meg a rádiós. Pannapő veszély, Berda 8-szer, jó rá! Reggel fölkelt, püszkölt kettőtben, beszintott a port. Tudod, mikor a fénybe szűr a szobába, látod, milyen sok por megy, igaz? Ilyet már láttatok. Hát ott beszéljük, hát ott püszkölsz a szóval. Hát amikor reggel fölkelek, 7-8-at lenyomok. Az kell, na ha lejogja uram, tisztulunk. És semmi bajom, nincs pallapű. Hát nem is volt sose. Csak ide betolták. Az emlékbe. És te meg benyelted. És akkor te is mondod, hát pallapűves vagyok, tehát a 8000-en már. Na dördög meg a markát dörzsöli. Az meg meggazdagodik belőle. Érted? Így megy be a tátok. Az életedbe. Meg a betegség is. Értitek? Erre nagyon vigyázz. Ez a 8-szer jó, hát nem is volt sose pallapfő, hát a idősebbek tudják. Se szüleink idejében, se semmi, akkor nem volt kártékony ez a pallapfő. Sőt, valami gyógyulás van benne, most is tudják. Hát erre meg a Lucifer az ellenkezőt hirdett a tévébe. Ezt kell az embereknek. Menjen a butaságba. Figyeljetek ide! A jóbról tudjuk, hogy Isten engedte a próbatételt a jónak. Pedig azt mondta, én az ember volt. Akkor miért engedte ezt az út? Figyeljetek, a jónak a harmadik fejezete 25-ös igeverse írja, maga jó mondja. Azt kaptam, amit ő félte. Ez egy kulcsige. Azt kapod, amit ő félsz. Ha beengeded a félelem szellemét, ez lesz velem, az lesz velem, emet lesz velem, azt kapod. Erre drága testvérem az Úrban. Nagyon vigyázzatok. Még egy igét fölhadok, és igyekszek, hogy időben legyünk, ez nagyon pontos, odalapodok a kettő királyok leveléhez, és ezt még fölolvasom, hogy leerősítsem, hogy mi van még a nyelvünkben benne. Az életünk, halálunk, ott leírja a példabeszéd, de itt a kettő királyok maga Elizeusnak a írásai leigazolják, hogy milyen szinten mennyire ott van a halál a te nyelvedre, és az életed. Még azt is te döntöd el. Ennyire szabad akaratot adott az Úr nekünk, drágáim, az Úrban. Mindjárt oda megyek, keresem az igéjét. Kettő királyok, így van. Negyedik fejezet, mindjárt fogom nektek olvasni, drágáim. Hogy milyen pontos, hogy mit mondunk ki. Mindig azt mondjuk, amit szeretnénk az életünkben látni. Jól jegyezzétek meg. Mindig azt mondjuk, következő, olvasom, 8. igehely, azt mondja, Elizeus és a sumenitai asszony fia. Ezek egyébként más fordításban sumérok. És történt ebben az időben, hogy Elizeus, ez a sumenitához ment, ott volt egy gazdag asszony, aki tartóztatta őt, hogy nála egyék kenyeret. És lőn, hogy valamikor csak arra jár, betért oda egy kenyeret egyék. És mondd el azt mondja a férjének, íme, úgy veszem észre, hogy az Isten embere, aki szüntelen erre jár által a szent ember. Ez a nő észrevette, hogy ez Istennek szent ember. Csináljunk kérlek egy kicsit felházat, és tegyünk abba neki egy ágyat, asztalt, széket, gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda. Szeretett vendégség megindult benne, látod? Megindult. Nem kellett megkérdezni, hogy alhatók-e ott, hanem magától hívta be. És mondd el Géházi, s ő szolgájának. Hívd ide azt a sumenit asszonyt, előhívva azért azt, és elejébe állva. Megmondotta pedig néki, mondd meg néki, íme, nagy szorgalmatossággal szolgálsz nékünk, mit kívánsz, hogy cselekedjek veled? Megkérdezte tőle, mivel ilyen rendes volt, mit cselekedjek veled? Nincs én valami mondani valód a király előtt, vagy a sereg fővezére előtt, és mondd el, az én nemzetségem között békességgel lakom.
Mondd Elizeus, mit lehetne tehát élette tennünk, feleli Géházi? Nincs fia és a férje sémember. Gondold el, már az élet végén járta, és gyereke nem volt neki. Figyeld! És mondd, hívd ide! És oda hívta, megállott az ajtón, és profétál neki. És mondd Elizeus, esztendő ilyenkorra fiút fogsz ölelni, és mondd az, ne, édes Uram Isten embere, nem mondj képtelen dolgokat a te szolgáló leányodnak. Figyeld ebbe mennyi tanítás. A proféta teremt erővel ki profétát a gyerekhez. És hát már ki van proféta, az kint van a világban, mind az látok. Hülye vagy fiam, az is lesz. Bármit mondasz rá. Figyelj, ki profétát? Nekem dicsőség az Úr, nem az enyém. Nem egy esetben volt, hogy imádkoztam, hogy Gyöngyös Oroszikba is, hogy 4 éve nem lett egy gyereke neki. Ott egyet imádkoztam, figyelj, 3 napos várandós. Hát az imával is kimondod, vagy ki profétál. Hát ő mit mondott? Nem, mert gyerekem már elment, már 4 éve mindig elment. Na, ugye milyen átkot mondod magába? Gyilkosság szellemét továbbra is ott engedte. Értitek, hogy mennyire oda kell figyelni, mi van a nyelved alatt? De figyelni ki profétálta. És figyelj itt a tanulságot, az, mit mondod? Jaj, ne mondj ilyet, Uram, hát én már öreg vagyok, ha hogy lett nekem gyerekem. Ő is ment szembe a jónak, pedig gyereket szeretett volna. De ennyire az ördög már elveszi az embernek, sok embernek az elméjét, és csak az átkot szól, hogy a saját magára, meg a családjára. Figyelj! Megyek tovább az igére, mert nagy tanulságos, figyelj. És teherbe esik az asszony és a fia csak abban az időben, amelyet megmondott Elizeus. Még az időpont is tűnő. Puk, gyerek megszületett. Van gyerek. Figyelj. De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő anyjához, az atyához, az alatókhoz. És mondta az atyának, jaj a fejem. És mondta az ő anyja atya az ő szolgának, vidd előtt az anyjához. Szóval a gyerek fölnövekedett, és nagy erős megfájás jött rá. Figyelj! Ki mikor felvette őt, az anyjához vitte, és az ölébe tartta délig, és akkor meghalt a fiú. Meghalt. Felmérjön az asszony Isten emberének álljába téve őt, az ajtót bezárván kijövölni. Figyelj, milyen bölcs volt ez az asszony. Megfogta a halott gyerekét, és a Géházi, a szent embernek az álljába beletette. Mennyi bölcsessége van, figyelj. Nem ment ki a mezőre szétrikácsön, hogy meghalt a gyerek. Figyelj, mi történt? Olvasom tovább. Fuss, kérlek, eredbe, kérdezd meg tőle, ha békességben van-e mind az ő férje, mind az ő gyermeke, mondd azt a békesség. És akkor pedig Isten emberéhez jutott a hegyre, áttörölt az ő lábait, de Géházi oda ment, hogy előzze őt, az Isten ember azonban így szólt. Hagyd békén neki, mert megkeseredett az ő szíve. Az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette meg nékem. Szóval a proféta belelátott a szívébe, illetve nem belelátott, ezt nem jól mondom, Isten kijelentette neki, hogy elkeseredett. Tudtod bajba. És mondta Elizeus Géházinak, örvendezzél, felterekadat, és vedd a kezedbe az én pálcámat, figyeld, és menj el. Ha valakivel találkozom, figyelj, ne köszönj neki. Annak is, aki köszön néked, ne felejj. És én pálcámat tett a gyermek orzájára. Figyelj, milyen hit volt itt. Nem mondogatta senkinek se, hogy meghalt az én fiam. Figyelj, mind ment keresztül. De a gyermek anyja mondta, figyelj, mert kérdezték, a gyermek anyja mondta, él az Úr és él a te lelked, hogy el nem hagylak tégedet.
felkelett azért, és követi őt. Az asszony nem azt mondta, hogy meghalt. Ez közben halott volt, de nem mondta ki, figyelj, nem mondta ki. És bement Elizeus a házba, íme a gyermek ott feküdt halva az ágyán, és bement és bezárta az ajtót. Most csak ezt én mondom. Nyavajásra nincs szükség, maradjatok ott, kint adtam, károgjatok. Bezárta az ajtót. Jézus is kiküldte a vázárnáig, az csak a szülei maradtak. A szülei biztos, hogy nagyon akarták, hogy föltámadjon, igaz? Meg Jézus is egy akaratom volt. Nem a sok károsztatás. Jaj, meghalt szegény gyerek, ha fiatal ember volt, jaj, Istenem, jaj. És akkor a haláltságlemet hívják meg, figyelj. Bezárta az ajtót, magára és a gyermekre. Könyörgött az Úrnak. Ha van egy Istenem, nem? Akkor nem az orvoshoz szaladgálsz, hogy a halotti bizonyítvány mindjárt ki állítsa. Van egy Isten. És az ágyára felhágva a gyermek feküdt, és az ő száját a gyermek szájára téve, és szemeit a szemeire, kereit a kerelje, és rávonult, és melengedte a gyermeknek a testét. Ugyanezt csinálta Pál apostol is, mikor kiesett a zsinagógába, amikor tanított, elámosodott az lepont. Ő is ráfeküdt, és ott csak ne zsinatoljatok, csöndben maradjatok, mert a lelke benne van. Ugyanezt csinálta Pál apostol is. Figyelj! Azután felállott és egyszer alá feljárt a házban, majd újra felment. Reáborult, akkor a gyermek püsszentett vagy hétszer, és felnyitotta a szemét. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Mi ebben a tanulság, figyeljetek ide! Nagyon nagy tanulság. Mi olvastam én ezt? Adért olvastam. Mert mikor a példabeszélek azt mondja, hogy az életed és halálod a nyelvedben van, itt most bebizonyosodott, hogy nem szabad kimondani. Mert ha kimondta volna ez az asszony, ment volna az alatókhoz, és na mi van a fiatal? Meghalt az én fiam, meghalt, mert akkor azok is, már meghalt az idének a gyereke, meghalt. És már a halál és a pokol szellemének jogot adsz, hogy jöjjön, mert együtt jár, tudjuk a Bibliából, és az leviszi. Mikor te kimondtad, hogy meghalt. Tanulság, még ha meg is halt, nincs joga meg a sátának elvinni, a jó imádsággal hazad visszahaladtak. És ezt tapasztaltam meg, mikor kómásra imádkoztam, nem egyet, egy ima. És egyszer SMS, egyszer meg pőhívtak, el is pölébred, meg az is ott, már 3 hónapja kómában volt a korábban. És ez most is itt van. Ez az ige most is él. Mert a Teremtő a számba van, Isten gyermekei vagyunk, és Isten így küldött el bennünket. Menjetek, tanítsatok, ördögöket üzetek, halottakat támasztatok, betegeket gyógyítsatok. Amen, tudsz el mondani? Amen. Na én ebbe szeretném bezárni, én hiszem, hogy ez nagyon értékes lesz számotokra is. Ezt veszitek el, semmi rosszat csak ki nem mondasz. Magadra, de másra se, mert az Isten átszáll vissza. Csak a jó. Nem azt nézed most milyen akarod lenni, azt gondolhassad. Akkor ne azt mondtad, hogy szegény vagyok, gazdag vagyok az Úrban, dicsőség az Úrnak, mert minden javamat betölti. Amen. Halleluja, egy imával bezárjuk, jó? Egy erőteljesen most imádkozunk benne, adtok közösen, egy akarattal, egy hittel, egy szellemben. Jó. Az ördögök megtapossuk, de a púk alatt van. Drága mennyei Atyám, hála töltél a szívemet, Uram. Köszönjük, Atyám, ezt a mai alkalmat, Uram. Köszönjük, Atyám, hogy Te adod a bölcsességet, Te adod a javakat, Uram Istenem. Köszönjük, Atyám, hogy Te Jézust elküldted, és az ő sebeiben már meggyógyultunk, Uram Istenem, a Te dicsőségedre, Uram. Köszönjük, Atyám, ezt a hatalmat, amit belénk helyeztél, Uram, a teremtő erőt, ami nyelvünkbe, Uram Istenem, és Atyám, ebben a hatalommal és hittel, Uram Istenem, most megkötözzük a kódusságnak a szellemiségét, megkötözzük mindazt a tisztátalan szellemet, aki elvette tőlünk, Uram, és meglopott egy életen keresztül bennünket. Most Nazareti Jézus nevében megkötözzük ezeket a tisztátalan szellemeket, mert
megkötözzük a mammonnak a szellemiségét, és kipropétáljuk a szellemvilágba, hogy sátán mindenféle anyagiakat, amit elloptál tőlünk, a hétszeresét fogod kifizetni Úr Jézus hatalmas nevében. Amen.